Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a 9 képviselőtestületi tagból 9-en jelen vagyunk, így ülésünk határozatképes. Mindenki készhez kaphatta a meghívót a napirendi tárcsóra, valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele van-e. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így kérem, szavazzunk a napirendi tárcsóról. Szépen, 9 igenen nem is tartózkodás nélkül egy hangulag elfogadtuk. Egyes számú napirendi pont jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Mindenki olvashatta az előterjesztést. Annyit el szeretnék mondani, hogy a múlt héten két örömhír ért minket, két pályázattal kapcsolatban. Az egyik az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével, nem olyan régen nyújtottunk be, hogy a szavazótról a képviselőtestület, az egészségügyi központ több mint 20 millió forintos támogatásban részesült. A másik pedig a külterületi utaknak a helyreállítása, a karbantartása, az pedig a csáfordi cserzilai útnak a helyreállítása lenne. Ezen kívül még egy olyan dologról számolnék be, hogy elkezdődtek a sportcsarnok világítás korszerűsítésének a munkálatai, amihez közel 10 millió forintot adott az önkormányzat, a többit pedig a kézilabdaklub TAO támogatásból tette mellé, és így elkezdődött a beruházás. Valakinek a lejárt határidejű határozatokhoz kérdése, észrevétele? Nem, Gerencsi István képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, bár nem lejárt határidejű feladat, de szeretném, ha vagy fél éve nem hallottunk a Batthyány utcai telekről, és látjuk megint szaporodik ott a törmelék, egyéb dolog. Tudunk-e róla valami konkrétumot, mert többen kérdezték, és hogy pontos információval rendelkezzünk. Ha tudsz valamit, akkor nagyon nagy szeretettel veszünk. Köszönöm szépen. Annyi örömteli hír, hogy a terület a Zalcengotváros önkormányzatának a nevén van. Ugye beadtuk mi az ügyvéddel, a megbízott ügyvéddel a papírt, a szerződés alapján a késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbérre és magával a visszavásárlási joggal kapcsolatos dolgokat. A kormányhivatal, földhivatala visszaírta a nevünkre, amit megtámadott a beruházó. Most erre várunk, megtámadta a kormányhivatalt, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeres. Ezt addig nem mondtam róla, eddig még semmit sem, hiszen várjuk, hogy mi lesz a végeredmény, de itt látszik az, hogy azért, amit tudtunk az elején, hogy azért az Alszengrotváros önkormányzatának van igaza ebbe az ügyben, hiszen a szerződések az a napnál világosabban le vannak írva, hogy mi a mire kellett volna elkészülni, mi a késedelmi kötbér, mi a meghúsulási kötbér. Hát ugye 23 millió forinttal az, amivel a beruházó a szerződés alapján tartozik nekünk, ugye a visszavásárlási jognál meg a területnek hát jóval kevesebb volt az ára, úgyhogy még tartozik nekünk, tehát hogy azok a fals információk, amit az egyik újságban megjelent, ugye teljesen ilyen légből kapott hírek voltak. Ez látszik az a mai újságíróknak a minőségéről és az újságírásról, hogy nem első kézből akarnak érdeklődni, és nem a tényekre kíváncsiak, hanem inkább a véleményekre. Úgyhogy bízzunk benne, amennyiben ez jogerőre emelkedik, akkor nyilvánvalóan a területfoglalási díjat visszamenőlegesen ki fogjuk vetni, hiszen most nem az beruházónak a tulajdonában van a terület, hanem a miénk, és látjuk azt, hogy itt törmelékeket pakol rá, csak eddig nem akartunk még ezzel úgy foglalkozni, amikor jogerős lesz, akkor nyilvánvaló visszamenőlegesen ki kell fizetnie azokat a területfoglalási díjakat is. Én sajnálom, hogy nem építette meg a vállalásának megfelelően, de biztos vagyok benne, hogy a következőben, amikor jogerősen visszakerül hozzánk, és akkor az önkormányzat fog dönteni, szerintem a következő lépés, hogy mit szeretne az a terekkel, egy újbóli értékesítés, vagy nyilvánvalóan hasonlóképpen szerződésben védve az önkormányzat érdekeit, hogy visszavásárlási joggal, megint a különböző kötbérekkel. Mondom, örülök neki. Én tudtam az elejétől fogva, amikor ilyen felfokozott hangulatok voltak, hogy nekünk van igazunk, és én nyilatkoztam is, hogy várjuk meg a végét, hogy mi lesz.
sajnálom, hogy belevittek személyes érzelmeket, vagy politikai érzelmeket mások ebbe az ügyben, de nekünk a legfontosabb, és szerintem minden önkormányzati képviselőnek az, hogy Zalaegerszegedet fejlődjön, amit elképzeltünk oda, azt az épületsort, az megépüljön oda, és biztos vagyok benne, hogy ha következőben értékesíteni akarunk, akkor fog jelentkezni valaki olyan, aki meg is fogja építeni, és nem csak ígérgetni fog. Köszönöm. Valakinek még kérdése, észrevétele? Mondanám azt is, hogy az újságírótól várnám a bocsánatkérés, de szerintem erre tudjuk a választ, hogy ha nem mer már eljönni, megkérdezni valamit, akkor nem hiszem, hogy ezt megtenni, vagy megmerné tenni. Tehát nem is probléma. Nem látok több hozzászólási jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk az első napi rendi pontról. Köszönöm szépen, 9 igényen nem is tartózkodás nélkül egy hangon elfogadtó. Kettes számú napi rendi pont a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Folyamatosan egy-két napi rendi pont egy rendeletek felülvizsgálatáról lesz szó. Nyilván mindenki olvasta az előterjesztést, és a két bizottság is megtárgyalta, a Szociális és Humánügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Mind a két bizottság elfogadásra javasolta egyhangulat. Valakinek kérdése, észrevétel ezzel kapcsolatban? Ságiné Szabó Beáta, látom hozzászólás jelentkezőt. Intézményvezető asszony, bizottsági elnök asszony, parancsoljon. Köszönöm. Tulajdonképpen ezt a napirendi pontot azért is kell aktualizálni, mert a települési önkormányzat ugye köteles biztosítani a szociális törvény alapján a családsegítést, az étkezést, a házi segítségnyújtást és az idősek klubját a lakosok számára. Ez a térítési díjváltozás az intézménynél két területet érint, az étkezést és a házi segítségnyújtást. Mivel hogy 2022. június 30-áig életben van a veszélyhelyzet, ezért tulajdonképpen ennek a kérdésnek csak a megtárgyalását vetíti ez elő a térítési díjemelés, mert július 1-től tudjuk ezeket a térítési díjakat eszközölni, amely az étkezést érinteni, és a házi segítségnyújtást, az étkezést ugye a napi egyszeri étkezésnél az ebédet, a házi segítségnyújtásnál pedig az óradíjat, amit a gondozónők teljesítenek. Azt gondolom, hogy mivel hogy a vészhelyzet ideje alatt nem volt lehetőség intézményi térítési díj emelésre, ez akkor lesz aktuális, hogyha ezt a vészhelyzetet megszüntetik. Próbáltunk igazodni az emelkedő árakhoz, de azt gondolom, hogy ezek az emelkedések elfogadhatóak lesznek. Az étkezés tekintetében 690-ről 750-re, a házi segítségnyújtásnál pedig 190 forintos óradíjról 250-re szándékozunk emelni ezeket a térítési díjakat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyobb probléma még később lesz szerintem, hiszen tudjuk jó, hogy akár az üzemanyagárak, akár az élelmiszerárak, amik most be vannak fagyasztva, amikor ez föl lesz oldva, ha föl lesz oldva, vagy nem tudom, hogy hogyan lesz, hogyan fog elszabadulni, hiszen akkora inflációt lehet mérni, ami az elmúlt években, vagy évtizedekben, tehát nem is láthattuk. Szerintem hamarosan még sajnos tárgyalnunk kell róla, de ezt majd akkor meglátjuk. De köszönöm szépen, elnök asszony, a hozzászólását. Valakinek mi kérdése, észrevétele? Nem látok több hozzászólásra jelentkezőt. Kérem, hogy a rendelet módosításáról, felülvizsgálatáról szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igen, nem is tartózkodás nélkül egy hangon elfogadtunk. Hármas számú napirendi pont az egyes szociális ellátásokról és a szolgáltatásokról szóló 12/2021-es önkormányzati rendelet módosítása. Ugye itt lehet látni az előterjesztésben,
ugye itt az a különböző támogatások, hiszen Zalaszentgrót városa a családosokat, az iskolában tanulókat, az óvodában járókat támogatja. Lehet olvasni, hogy itt születési támogatás, bölcsődei, óvodakezdési támogatás, tanulási, tanulói utazási bérlet támogatás, valamint iskolakezdési támogatás sok vannak. Viszont ugye itt az időbeli elbírálása, ez nem az iskola kezdéshez volt hozzárendelve, és tudjuk, hogy milyen terheket rónak a szülőkre a különböző iskola vagy akár nevelési intézményekben a kezdés, és ezért szeretnénk azt, hogy itt a beadott kérelmeket július 31-ig tudjuk elbírálni, hiszen akkor utána hadd tudjuk folyósítani ezeket a támogatásokat, amit már hála Isten hozzászoktak az emberek, és tudjuk ezzel segíteni a szülőket és a zalaszentgróti családokat. Szintén a pénzügyi és ügyrendi bizottságban, mint a Szociális és Humánügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta ezt a módosítást. Valakinek kérdése, észrevétele, nem látok hozzászólásra jelentkezőt. Kérem, hogy a rendelet módosításáról szavazzunk. Köszönöm szépen, 9-ig nem is tartózkodás nélkül egy hangon elfogadtuk. 4-es számú napirendi pont, 1-es önkormányzati rendeletek módosítása. Ezt is lehet olvasni az előterjesztésben, a pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalt elfogadásra javasolta. Itt két pontból állna ez a módosítás, és itt egységesen lehet látni. Ez is egy ilyen kötelező jellegű feladat. Ezzel kapcsolatban van egy kérdése, észrevétele. Nem látok hozzászólás jelentkezőt. Kérem, hogy szavazzunk a rendelet módosítására. Köszönöm szépen. A nézőknek jelezném, hogyha valaki szeretné ezeket a módosításokat átnézni, megvizsgálni, nyilvánvalóan lehetőség van rá, hiszen nem hiába kaptunk kötös osztályzatot itt a nyilvános az átláthatósággal kapcsolatban. Ezt a honlapon fel van tüntetve, úgyhogy lehet vizsgálgatni, csak itt nem olvassuk fel, mert szerintem nem biztos, hogy az embereknek a többségét annyira érdekli ez a hát kicsit papírízű szöveg, egy ilyen jogi szöveg. 5-ös számú napirendi pont, szintén egy önkormányzati rendelet felülvizsgálat, települési hulladékkal kapcsolat önkormányzati rendelet, pénzügyi ügyrendi bizottság, gazdaság és városfejlesztési bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Hozzászólásra szólok nem látok, kérem, hogy a rendelet felülvizsgálatáról szavazzunk. Köszönöm szépen. 9 igennel nem is tartózkodás nélkül, hogyha meg elfogadtuk. 6-os számú napi rendi pont, döntés a 2022 évi igazgatási szünet elrendeléséről. Minden évben ide jön elénk, hiszen tervszerűen dolgozzunk, és itt is már jó előre látjuk azt, hogy hogy szeretnénk elrendelni az igazgatási szünetet, ami nem azt jelenti, hogy akkor az önkormányzat hivatala be van zárva, hanem ügyeleti rendszerben működik. Itt kettő időpont van, ez július 25-től augusztus 19-ig, itt a kötelező szabadságoknak a kiadása miatt is fontos, másik pedig az év végén az ünnepeknél, itt december 19-től december 30-áig 9 munkanap, ez a kettő igazgatási szünet van. Pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban, nem látok hozzászólásra jelentkezőt, kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen. 9 igen, nem is tartózkodás nélkül, hogy elfogadtuk. 7-es számú napirendi pont az önkormányzat 2022 évi közbeszerzési tervének az elfogadása. Egyetlen egy szerepel benne a 2016-ban beadott pályázatunk, a kerékpárút pályázatunknak a közbeszerzési terve szerepel benne. A Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Nem látok hozzászólás jelentkezőt, kérem határozati javaslathoz szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igényen nem is tartózkodás nélkül, egy hangon elfogadtuk. 8-as számú napirendi pont, döntés az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjáról. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az óvodai beiratkozás tárgyév április 20 és május 20-ai között ad lehetőséget, hogy beiratkozzanak.
itt Zalaszentgyörgyöt városban, ahogy a határozati javaslatban is láthatják, az óvodások és bölcsődések beiratkozásának időpontjaként 2022. május 4-e és 5-e szerda csütörtökén nap ez a kettőt fogadjuk el. Itt a Szociális és Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolta. Valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele, nem látok hozzászólásra jelentkezőt. Kérem, hogy a határozati javaslathoz szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igenen nem is tartózkodás nélkül egyhangon elfogadtuk. 9-es számú napirendi pont, munkamegosztási megállapodás megkötése. Hogy a tisztelt képviselőtestületi tagok, képviselőtársaim olvashatják az előterjesztésbe, ugye annak idén 2014. január 1-én megalakítottuk a GESZT, a gazdasági ellátó szervezetet, hiszen akkori szervezeteknek a gazdasági részét és a fenntartását egy cégcsoportba, egy szervezetben tömörítettük. Sajnos ezt azóta meg kell szüntetni, hiszen a különböző átszervezések itt az iskoláknak a klikhez, majd a tankerülethez történő átcsoportosítása azt mutatta, hogy inkább az önkormányzati hivatalhoz kellene beolvasztani ezt a GESZT. Viszont hát ugye itt ugyanazt a feladatot, amit eddig egy külön szervezetként látott el ezeknek az intézményeknek a költségvetési támogatásával, ezt most a közös önkormányzati hivatal látta el, és ezért szükséges az, hogy ezt a munkamegosztási megállapodást megkössük itt az egészségügyi központtal, városi könyvtár és művelődési felnőttképzési központtal, az Zalaszentgyörgyöti napközi otthonos óvoda bölcsődével, és ugye, mint akkor a befogadó, az pedig az Zalaszentgyörgyöti közös önkormányzati hivatallal. Ezt megtárgyaltuk a pénzügyi és ügyrendi bizottsággal, és természetesen az intézmény vezetőkkel is, ezt elfogadásra javasoljuk. Valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban, nem látok hozzászólás jelentkezőt, kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igennel, nem is tartózkodással egyhangulag elfogadtuk. 10-es számú napirendi pont, döntés belterületbe vonásról, gazdasági bizottságon megtárgyaltuk, elfogadásra javasoltunk, de engedjék meg, hogy azért egy pár mondatot hadd szóljak róla. Egy település, egy város életében egy fontos dolog, amikor egy nagyobb területet szeretnénk belterületbe vonni, és ahogy az előterjesztésben olvashatják, ugye ez a Mitter Domb nevezetű terület, ahol már elég sokan már állandó lakhellyel is rendelkeznek. Ami indokoltá teszi a belterületbe vonást, ugye ez a KEOP 222-kódszámú Zalaszentgyörgyöt központú agglomeráció szennyvíz elvezetés és tisztítása projekt, hiszen ezt már 2012-től próbáltuk beadni, vagy elnyerni ezt a támogatást, hiszen tudjuk jó, hogy Zalakopány városrészben nincs megoldva a szennyvíz elvezetés, Zalaszentgyörgyöt város területén, belterületén pedig a Gyár utca, Alkotmány utca, és a Gyár utca vége, Alkotmány utca és az október 6-a út, ezen kívül meg van egy-kettő olyan ház, ahol nincs megoldva. Ekkor gondoltuk azt, amennyiben lehetséges, akkor próbáljuk meg bővíteni ezt a szennyvíz elvezetést. Erre sok helyen nem adnak lehetőséget, kitétel az, hogy előközművesítést nem lehet belőle végezni, a második az, hogy belterületnek kell lenni. Itt úgy adott rá lehetőséget a pályázat, hogy egy meghatározott számú bekötés egy adott területen és belterületbe kell vonni. Gondoltunk az Alsóhegyre is, gondoltunk más területekre, ott a pályázat nem adott rá lehetőséget, hanem erre a részre, és amennyiben ezt belterületbe vonjuk, utána el lehet kezdeni a szennyvíz beruházást is. Ez az ott lakóknak, az ottani ingatlan tulajdonosoknak egy tényleg egy nagy előnyt jelentene, és nagyon örülök neki, hogy partnerségben ezt el tudjuk végezni, és ők is így gondolják. Viszont kisebb-nagyobb problémák voltak ott, ugye itt akkor lehet csak belterületbe vonni, ha ki van vonva művelés alól az adott ingatlan részlet, az adott telkek, nagy részük már ki volt vonva, ami nincs kivonva, ott viszont ezt majd a tulajdonosoknak kell megtenni, és ezt az őnekik kell fizetni. Itt is elkezdődött az egyeztetés, segítettünk, és köszönöm szépen egyébként a kormányhivatalnak
a földhivatal részlegének, a munkatársainak a segítségét, hiszen ez egy jelentős összeg is lehet ez a kivonás, de vannak különböző módszerek, mert csak mondok egy példát, ha a szőlőművelési ágú, akkor egy onnan a földvédelmi járulék egy magasabb összeg, viszont ha már nincsen rajta szőlő, akkor lehet, hogy először ha kertnek minősítik, és onnan veszik ki művelés alól, akkor egy kisebb összeget kell fizetni. Itt a munkatársak segítségünkre voltak, és folyamatban vannak ezek az ügyek. Úgyhogy ha ezt a területet belterületbe vonjuk, nyilván utána lesznek nekünk feladataink, mert egy belterületen az önkormányzatnak, a városüzemeltetésnek a feladata a sokkal szélesebb körű, mint egy külterületen, de én úgy gondolom, hogy ezzel a város csak növekedni fog. Nyilvánvalóan látjuk, hogy ott majd a közlekedést meg kell oldani, hiszen ott a Víztározó utca és a Szőlősúr utcának a keresztmetszete, a fizikai keresztmetszete is mutatja azt, hogy azt bővíteni kell ezt az utat, de ezt majd a későbbiekben el fogjuk végezni, de mindenféleképpen szerintem ez a város növekszik azzal, hogy itt a belterületbe vonjuk ezeket a területeket. Valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Még csak annyit a projektről, tényleg, hogy elkezdődött, aláírtunk minden szerződést. Nyilvánvalóan itt is az építőanyagoknak a beszerzésével kapcsolatban vannak problémák a kivitelezőknek, de még az a információink, hogy ebben még nincsenek problémák. Bővíteni fogják a szennyvíztelepünket is. Ott a véderdő kialakítására is sor fog kerülni, úgyhogy bízzunk benne, hogy 2023 végére már tényleg a próbaüzemet akkor el tudják kezdeni, és nyilvánvalóan, hogy az adott területeknek a lakóival folyamatosan tartani fogjuk a kapcsolatot. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igen, nem is tartózkodás nélkül. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen! 11-es számú napirendi pont, döntés TOP plusz pályázat benyújtásával, belterületi utak fejlesztésére, átnéztük és a pontozási rendszert is, hogy a belterületi utak fejlesztéshez szerintem mindenkinek felcsillan a szeme, akármelyik településen vagyunk szerintem az országban, mert szerintem kismillió, és az Alaszengróton is, mert kismillió helyet tudunk mondani, ahol jó lenne a belterületi utakat felújítanánk, viszont ugye vannak kitételek ebbe a pályázatba, itt a bírálati szempontoknál. Az egyik fontos az, hogy közösségi, vagy pluszpontot, tehát jelentős pluszpontokat adnak, hogy közösségi közlekedésnek is kell rajta lenni, és önkormányzati útnak kell lenni. Hát ez Alaszengróton, ez a Május 1 utca. Tehát ugye így nézegettük, megnéztük, hogy hogyan lehet. És ebbe a pályázatba ezt a Május 1 utca, Gyár utca, Türjei utca és Kossuth utcai csomópontot szeretnénk felújítani benne. Most döntünk arról, hogy beadjuk ezt a pályázatot, de nyilvánvalóan, hogy utána beszélve a tervezőkkel megnézzük, milyen lehetőségek vannak. Amennyiben nem lehet, akkor viszont a Május 1 utcának azt a részét, amit eddig még nem sikerült felújítanunk, akkor azt szeretnénk megvalósítani belőle. De itt bizottságülésen elég részletesen beszéltük, és köszönöm szépen az akkori észrevételeket, ötleteket. Ezt mind be fogjuk építeni majd a tervezővel, de természetesen bárkinek bármilyen ötlete van, vagy hozzászólása, az nyugodtan tegye meg itt az önkormányzatnál, és akkor ezeket majd képviselni fogjuk, ezeket az önkormányzati érdekeket. Valakinek kérdése, észrevétele, Gazdaság és Városfejlesztés Bizottság, ahogy mondtam, megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Nem látok hozzászólás jelentkezőt, kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igen, nem is tartózkodás nélkül, egyhangulag elfogadtuk. 12. számú napirendi pont, döntés az Alaszengrót Kinizsi tér 7 szám alatti társasház homlokzat felújítási munkáinak, valamint lépcsőházi folyosó nyilászáró és cseréjének a támogatásáról. Örülök neki, hogy a társasházak benyújtják itt a támogatási kérelmüket, mert ez azt jelenti, hogy korszerűsíteni akarják az adott társasházat.
és köszönöm szépen az önkormányzatnak, hogy elkezdtük azt, hogy támogatjuk a társasházakat is. Kezdtük ezt a Batthyány utca 11-el, majd a Batthyány utca 26-tal, utána a Batthyány utca 23 is volt, és akkor most a Kinizsi térre is átmegyünk. Én azt mondom, hogy ha egy lakóközösség nem kis terhet vállalva, nem csak csinosít, nem csak esztétikailag, hanem energetikailag is korszerűsíteni szeretné az adott ingatlanját, társasházát, akkor én azt mondom, hogy az anyagi lehetőségeken híven akkor a önkormányzat is támogassa, és a mostani bizottsági döntés alapján ugye 750 ezer forinttal kérem, hogy támogassuk a társas házat, hiszen ha ezt látják és tudják a többiek is, akkor szerintem ezzel is gazdagodni fog és szépülni fog a településünk. Valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Nem látok hozzászállás jelentőt, kérem, hogy határozati javaslatot szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igenelem is tartózkodás nélkül egyhangban elfogadtuk. 13-as számú napirendi pont, egy tájékoztatás a hősi emlékmű visszaállításával kapcsolatos lehetőségekről. Ahogy olvashatják az előterjesztésben, ez is húzódik egy ideje, ez a dolog. 2019-ben, 1992-ben felállított hősi emlékműnek egyik oldala ledőlt a nagy viharban és jégesőben, aminek örülünk neki, hogy semmilyen. Az, hogy a emlékműnek a párkányának a gránit része megtörött, azon kívül, hál' Isten, olyan nagyobb probléma nem történt, hiszen ez akár egy tonnás gránit darab is, ha valakire ráesik, azt el tudjuk képzelni, hogy akkor az akár tragédiát is okozhatott volna. Az első körben ugye megpróbáltunk Viszmajor pályázatot beadni, a biztosítókkal tárgyaltunk, nem sikerült, majd úgy döntöttük, hogy visszaállítjuk, de le van írva az előterjesztésben pontosan a története, és akkor felkértünk szakértőket, ugye itt a Villanegra szobrászait, hogy nézzék meg, és ők mondták azt, hogy ne hagyjuk ide a megmaradt elemeket, hiszen mostani megváltozott időjárási körülmények között egy hasonló nagy vihar van, akkor esetleg az is ledőlhet, és nehogy véletlenül tragédia legyen, és úgy döntöttünk, hogy akkor első körben az elemeket sérülés nélkül elbontatjuk, és majd a későbbiekben visszaállítatjuk. Ezt meg is tettük, és azóta folyamatosan szakembereket kérdezünk, akik ígéretet adnak, majd ígéretet módosítják. A vége az lett, hogy olyan felújításban nem mehetünk bele, amiben garanciát nem vállalnak rá. Tehát ugye a felelősség utána a miénk. Tehát hogyha felállítunk valakit, vagy az építtetőjét, de ha nem vállalja ezt a felelősséget, nyilvánvalóan akkor nem lehet felállítani. Köszönöm szépen a bizottságnak a munkáját, hiszen elég részletesen beszéltünk róla, hogy miképpen, hogyan kellene, és még szerintem sokat is fogunk beszélni, és köszönöm szépen Veres Jánosnak egyébként az ötletét, hogy ugye azt mondta, hogy próbáljuk meg anyagi támogatást kérni majd a honvédelmi felálló április 3-a után fölálló honvédelmi bizottságtól ilyen hősi emlékműveknek a fő megújításáról, és ennek függvényében döntsünk majd a későbbiekről. Úgyhogy én most, ahogy egy a határozati javaslat is van, én ennek az elfogadását kérem, hogy nézzük meg ezt, hogy az elkövetkezendő hónapok, János fél év körülbelül szerintem, egy fél évet lehet mondani, még az új kormány föláll, és meglátjuk akkor, hogy hogyan. Amennyiben kapunk rá pénzösszeget, akkor nyilvánvalóan abból meg tudjuk valósítani, hiszen ez rendesen statikai terv kell mindent, mert nyilván nem lehet olyan dolgot felállítani, ami esetleg a későbbiekben valami problémát okozna. Parancsoljon, Veres képviselő úr! Köszönöm a szót, polgármester úr. Tehát a bizottsági ülésen elhangzott részenről az, hogy a
az új országgyűlés felállításával, felállásával ugye a bizottságok is megalakulnak, és a Honvédelmi Bizottság felé próbáljuk a kérésünket megfogalmazni ezzel kapcsolatosan, és a Honvédelmi Minisztériumnak van egyébként erre kerete, tehát a hősi emlékműveknek a felújítása, visszaállítása, méltó módon történő, a környezetét is méltó módon történő felújítása. És én úgy gondolom, hogy nem csak a hősi emlékművet, hanem az egész parkot fel kellene újítanunk, mert láthatjuk azt, hogy nem csak a hősi emlékmű, hanem a megközelítő utak is elég rossz állapotban vannak, tehát én úgy gondolom, hogy egy újratervezés szükségeltetik az emlékparkkal kapcsolatban. Ennek egyfajta költségvetését már előzetesen meg kéne kalkulálnunk, tehát kellene árajánlatot kérnünk olyan tervezőtől, olyan szakembertől, aki emlékparkokat tervez. Biztos, hogy ilyet találunk Zala megyébe is, vagy ha nem, akkor a környező megyékbe. És már egy komplett tervvel kellene egyébként a kérésünket megfogalmazni a bizottság felé, a Honvédelmi Bizottság felé, és hogyha pozitív elbírálás alá esünk, akkor onnétól kezdve már szerintem meg tudjuk valósítani ezt az emlékparkot. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Egyébként még itt a bizottságon elmondtam, ugye egy ez Hősök kutya volt annak idején 1937, de utána néztem, az első Magyarországon. Ez volt az első Hősök kutya, és rosszul mondtam, nem Klebersberg volt, hanem nem tudom, akkor másnak a kezdeményezésére voltak ezek a Hősök kutya, de majd utána nézze, de ez volt az első Magyarországon, tehát amikor itt átadták. Gerencsér István képviselő, parancsoljon! Köszönöm szépen! Korábban foglalkoztunk már azzal, hogy az emlékmű mögötti résszel, tehát az az hepehúpás talaj, ahol a rendezvényeket tartottuk, és ugye a május 1 és az augusztus 20-ai rendezvény ott volt, és az elég hepehúpás, és valamilyen kiegyenlítést kéne tenni. Most, ha valamilyen forrást tudnánk a költségvetésbe találni, akkor érdemes lehetne olyan termőföldet valahonnét odavinni, amivel ezeket meg lehetne oldani, mert ez sokat javítana, illetve hogyha most ezt nem tudjuk megcsinálni kora tavasszal, akkor később már nincs értelme, mert nem nő ki a fő. Tehát meg kéne nézni, hogy tudunk-e vele valamit kezdeni, illetve egyáltalán van-e rá forrásunk, hogy ezt megoldjuk, mert láttuk, hogy a nagy rendezvényeket nem tudjuk a főtére megtartani, mert este 6 óráig képtelenség arra betorra rámenni, és embereket se tudunk oda, és azért láttuk már, hogy a tavaly augusztus 20-ai rendezvény is egy hétig tartott, tehát ott egy héten keresztül minden este voltak a Ligetben részek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a műszaki osztályvezető úrra. Nézek, ugye voltunk kint, és voltunk vállalkozókkal is kint, hogy megnézni ezeket a munkálatokat. Úgy látjuk, hogy egy részét meg lehet most oldani. A másik részét inkább kora ősszel próbáljuk meg, mert attól félünk, hogy ha most ráviszünk, most próbáljuk meg egyengetni, akkor május 1-én van ugye az első program, nem, május 1-én majd gyereknap, tehát megvárjuk az őszi részt is akkor. Viszont annyi előrelépés van itt a térrel kapcsolatban, hogy amit beszélgettünk is, hogy meg elég sötét volt ott, most már meg is rendeltük a munkákat, lesz két világítás pluszban, mint egy ilyen LED reflektorok lesznek, tehát kicsit jobban bevilágítják, és az egyikre meg majd kérünk árajánlatot egy térfigyelő kamerarendszernek a bővítése, most csak egyel vagy egy-kettővel, tehát nem egy hálózatot bővítünk ott a Kiskastély is környékén, hiszen láthattuk azt, hogy a múltkor is ugye a Kiskastélynál nem csak az van, hogy vandálok járnak, hanem ott azért kisebb-nagyobb zajongások történnek estékét, és azért jó lenne erre odafigyelni az ott lakók nyugalma érdekével. Egyébként majd jönnek majd még napirendi pontok ezzel kapcsolatban. Van még egy pályázat, most nem hoztuk be, mert majd pontosítani kellene. Ez is egy top plusz pályázat, ez a turisztikai attrakcióknak a fejlesztése, és ennek is, de majd beszélni fogunk róla. Hát nyilvánvalóan a történelmi városmagnak kell megtörténnie, és ez mind összefüggésben a hősi emlékmű, Kiskastély, a Ligetnek a része. Úgyhogy köszönöm szépen ugye ezt a hozzászólást, hiszen tényleg fontos az, hogy ott rendben legyenek, de elkezdjük ezeket a munkálatokat. Baranyai képviselő úr, elnök úr, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, ha már is szó esett az emlékműről és a Kiskastély környékéről, akkor nekem egy olyan pont a Kiszala híd, amely állapota nem kielégítő, és hát ugye most volt a 77. évfordulója talán az ott történt eseményeknek március végén. Azt gondolom, hogy egy méltó
állapotot érdemelne az a híd is adott elesetek emlékére. Köszönöm szépen. Köszönöm valóban. Csak itt mindig az összegeket nézem. Megnézzük, hogy ebbe a pályázatban, nem tudom, hogy ez a turisztikai vonzerőbe belefér-e, de nyilván láthatjuk, hogy valóban az egész környékre ráférne egy rehabilitáció, hiszen Zalaszentgyörgyrótnak nem csak az egyik legszebb része, hanem történelmileg az egyik legjelentősebb. Nagyon sok mindent tervezünk oda, hogy itt Gerencsér képviselő úr, tanácsnok úr ugye mondta itt a rendezvényeket, beadtunk egy Hungarikum pályázatot, ugye az is ugye a Szentgyörgyi helyi értéktárba, ugye az elsőként az épített környezetünk, a kastély, a kiskastély, a templom, a Sutyi udvar, ez mind műemlék védelem alatt áll a híd, mármint a rendes Zalaid vagy a kőhíd, úgyhogy ezt folyamatosan nézni fogunk, és valami eszköz, pénzeszköz kellene szerezni, hogy ezt komplett rendbe tudjuk hozni. Köszönöm szépen, nem látok több hozzászólásra jelentkezőt, kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen. 9 igen, nem is tartozás nélkül, hogyha meg elfogadtuk. 14-es számú napirendi pont, visszatérve a szennyvíz pályázatunkra, itt a napirendi pont ennek a projektnek a PR és nyilvánosság tevékenységének beszerzéséről szóló előterjesztés. De nagy meglepetésünkre megkaptuk a projektnek ezt a részét. Ugye úgy volt, hogy itt mindent, mi vagyunk a gesztorok, de mindent államilag az NFP rendez, de ezt a projekt beszerzését ezt átadták az önkormányzatnak, hogy ez az előterjesztés erről szól, ennek a beszerzéséről. Valakinek kérdése észrevétele? Nem látok hozzászólást, jelentkezőt, kérem, hogy határozati javaslatot szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igen, nem is tartózkodás nélkül egy hangon elfogadtuk. 15-ös számú napirendi pont, közterületek elnevezése. Azon kívül, hogy el kell nevezni, és tényleg fontos dolog, ezen kívül azért egy érdekes dolog is van, azért ez az utca nevek azért nagyon sokáig fönnmaradnak is, és meg is változtatják őket, éppen a politikai viharai hogyan söpörnek át egy-egy települése, de nagyon fontos az, hogy milyen neveket adunk nekik, és ezért is, amit mondtam, hogy a Cserzilai út, ez is egy régi név, az ottaniak mondták azt, hogy régen így nevezték el, és itt is a kettő elnevezés, egy Barátoki út, a másik pedig egy Vergyálomi pincesort. Nekem mind a kettő nagyon tetszik, és örülök neki, mert ez is a történelemnek a része, hogy hogyan nevezzük el a közterületeinket. Ez is visszahoz valamit a régmúltból, úgyhogy én csak elfogadásra tudom javasolni ezt a két közterület elnevezést, és köszönöm szépen, akik javasolták ezeket az elnevezéseket. Valakinek kérdés észrevétel? Nem látom. Kérem szavazni. 9 igen, nem is tartózkodás nélkül egy hangban. Valahova a jegyzőkönyvvezető nagyon siet. 16-os számú napirendi pont. Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására vonatkozó döntés módosításáról. Ugye beadtuk itt az önkormányzati minisztérium, belügyminisztérium írt ki pályázatot, és beadtuk már több egyére itt a Csány László utcának a járda felújítását és a Csány László utcának a folytatásából, a műfáz mögötti területnek, a parkolójának és az útnak a helyreállítását, és ezzel kapcsolatban hiánypótlásra hívták fel a figyelmünket, és azért van ez a határozati javaslat. Egyetlen mondatot, tehát hogy azért már nagyon régóta pályázunk erre a belügyminisztériumba. A járda két állami szerv előtt megy, a kormányhivatal és a rendőrség előtt. Tehát ha nem tudom, hogy nem tudnak ráhatni arra, hogy már legyen már tényleg ez a két intézmény előtt tényleg a járda is méltóan befejezve, amikor már felújítottuk az épületeket, hogy én bízom benne, hogy azért ezt fogják mérlegelni, és sikeresen fogunk szerepelni, de hát hogyha nem, akkor meg, hát ha ők nem, akkor nyilvánvalóan, akkor mi megmutatjuk, hogy mi meg tudjuk oldani ezeket, de hát azért
Kicsit érdekesnek tartom azt, hogy pont ez nem sikerült erre pályázaton pénzt szerezni, de hát bízunk benne, hogy ezt mérlegelni fogják. Úgyhogy itt a módosítások úgy lennének, hogy ugye a bruttó 10.866.000 forintos összköltséghez bruttó 3.803.000 forintot biztosítunk a 2022 évi költségvetés pályázat céltartalék sorának tervére, mert a gazdaság és válságfejlesztés bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolt. Nem látok hozzászólási jelentkezőt, kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igen, nem is tartózkodtunk, hogy hangról elfogadtuk. 10. számú napirendi pont, döntés helyi fejlesztések támogatása, pályázat megvalósítása, póter irányzat biztosításáról. Felfelejtettem az elején mondani, hogy ezt is megnyertük. Ugye ezt a LEADER pályázatot, egy vidékfejlesztési pályázatot. Sajnos ugye a benyújtás és az elnyerés között az árak elszabadultak, és volt egy áremelkedés, pedig hát pontosan utána néztek mindennek, kértek árajánlatot, de hát ezek a hónapok, ezek ilyenek voltak, és sajnos ki kell egészítenünk, amint a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalt, itt egy 1.524.000 forintos plusz forrásra lenne szükség, amit a határozati javaslatban is megvan fogalmazva. Ugye itt ennél a pályázatnál rendezvényekhez sátrakat, újabb színpadelemeket, vagy egy nagyobb színpad, vagy éppen ha két kisebb színpadra lenne szükségünk, amit láthatjuk egyébként az utóbbi időben azért rendesen használtuk, és összecsukható székek lennének ez is a rendezvényekhez, akár állami vagy egyházi ünnepségekhez kapcsolatosan sokkal egyszerűbb, mint a padokat rakosgatni, ilyen összecsukható székekkel próbáljuk megoldani ezeket a dolgokat. Úgyhogy sajnos az árak nem tudják tartani azt az árajánlatot, amit előzetesen biztosítottak az önkormányzat felé, és ezért kell ezt a plusz összeget megszavazni. Valakinek kérdés észrevétele ezzel kapcsolatban? Gerencsér István tanácsnok úr, parancsolja. Igen, köszönöm szépen a szót. A 2021 éves költségvetés zárásakor láttuk, hogy elég sok tartalékunk maradt, és ugye a 2022-es költségvetésnél láttuk, hogy abból a tartalékból sokat be kellett építeni a 2022-es költségvetésbe. Pontosan nem emlékszem arra a számra, ami ott megmaradt, de egy olyan kisebb összegnek tűnik nekem. És ma már több alkalommal döntöttünk úgy, hogy a fejlesztési tartalék terhére hozzuk meg ezeket a döntéseket, amit meghozunk. Most, ha lehet erre kérdésre válaszolni, mi az, amiben még gondolkodhatunk? Tehát ebben a rubrikában, jelen pillanatban a városnak mennyi pénze van körülbelül? Fejlesztési céltartalék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony, valami? Köszönöm a szót, polgármester úr. Ilyen tételesen én nem tudok a költségvetési sorra vonatkozóan összeget mondani. Minden egyes előterjesztésnél az érintett előkészítő egyeztet a pénzügyi osztállyal, tehát úgy kerül benyújtásra az előterjesztés, hogy gyakorlatilag a pénzügy előzetesen kontrollálja, hogy az adott soron még előterjesztés szintjén van-e fedezett. Tehát minden olyan nevesített sor az gyakorlatilag pénzügyileg alátámasztott és fedezete ezek szerint van. Anélkül nem is hoznánk be. A képviselő válaszára természetesen tudok holnap ilyen költségvetési sort mondani, illetve a februári költségvetési anyag, ami mindenkinek kiküldésre került és elérhető a közösségi weboldalon, tehát a Nemzeti Jogszabálytáron, ott nagyjából meg lehet tekinteni, tehát ha hazamegy, akkor az nyt.hu-n ezt a fejlesztési tartalékot... 19 millió. Tehát gyakorlatilag ezen a soron ennyi volt, azóta ezek a döntések születtek, február óta nem sok testület ülésünk volt, ugye volt a februári, meg volt ez, tehát még azt gondolom, hogy kicsit gondolkodhat, ha erre a kérdésre lehet így válaszolni, és a következő, a május vagy a júniusi módosítás természetesen ezeket a tételeket már külön címkézett sorként nevesíteni fogja, annyival fog csökkenni maga az általános tartalék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólással jelentkezőt, kérem a határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igen, nem is tartózkodás nélkül, hogy elfogadtuk. 18. számú napirendi pont,
állami vagyon megigénylése, már ugye beszéltünk rajta, ez a úgynevezett kiskastélynak az ügye, teljesen megőrült. Tehát ugye fönn 4 lakás van, alul pedig volt a Zalaszentendrei Helytörténeti Múzeum és ott egy kiállító tér, amit egyébként 2000-ben újítottak fel annak idején, és ez folyamatosan romlott az állapota. Velünk egy szerződés van, egy milyen szerződés? Egy üzemeltetési szerződés, tehát semmilyen hozzászólásunk, vagy ilyen vagyonkezelői szerződésünk nincsen, csak egy üzemeltetési szerződés, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelői az egész épület. Ahogy nem laknak benne, egyre romlik az állapota, csőtörés van, el van zárva a víz, kívülről lehet látni, hogy szerintem ott a csapadékvíz csatornákat is rendbe kell tenni, mert pont nézegettük, a tető hullámos, vandálok tépik le az ablaktáblákat, többször jeleztük ezt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek, levelet írtuk, kértük már, ingyenesen megigényeltük ezt az épületet, semmit nem reagáltak rá. Egy műemlék épület folyamatosan itt előttünk, a szemünk látára egyre rosszabb állapotba kerül. A helytörténeti gyűjtemény is ott volt, azt a múzeum elvitte, mert felső lakásban, amit nem mi kezelünk, és semmilyen ráhatásunk nincsen, sőt, mi törtük be az ajtót, hogy elzárjuk a vizet, ott egy csőtörés volt, elázott az egész múzeumnak az anyaga, a múzeum elvitte, és így most üresen áll az egész épület, és lassan-lassan az enyészeté lesz. Akik emlékeznek rá még, hogy a 70-es, 80-es években hogyan nézett ki, hát hasonlóképpen fog kinézni. Ezzel, hogy mi megigényeljük, megkapjuk, mi is egy nagy terhet veszünk a vállunkra, de én már úgy látom, hogy sokkal jobb gazdák vagyunk, mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel, mi legalább elkezdenénk vele valamit csinálni. És itt vannak a pályázati lehetőségek, már eddig is a miénk lett volna, lehet, hogy fel is tudtuk volna újítani, és ez a turisztikai pályázatnak is az egyik kulcsprojektje, ez lenne a kiskastélynak az épülete. Nem tudom, most, ha nem kapjuk meg, nem tudom, mit lehet tenni, de azért itt a tisztelt nézőknek is mondom, hogy a Zalaszentendrei Önkormányzatnak semmilyen köze nincsen hozzá, tulajdonjogi köze, csak annyi, hogy nézegesse az egészet. Tényleg is, ahogy itt képviselőasszony, bizottsági elnök asszony is elmondta, tehát hogy nem nincsenek benne, nem laknak benne, az állaga egyre rosszabb lesz. Mi újból beadjuk ezt, hogy adják oda nekünk ingyenesen ezt az épületet, és megpróbálunk valamit kezdeni vele, de ez nem történik meg, akkor nem tudom, hogy meddig lehet jutni, hogy az állam felújítja, vagy nem. Elkezdtünk, tárgyaltunk az MNB ZRT-vel, terveket készítettünk a felújításával kapcsolatban. Itt voltak, de megállt a folyamat, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit lehet tenni vele. De Gazdaság és Városfejlesztési Bizottságon megtárgyaltuk, és elfogadta a bizottság, hogy adjuk be újból, és kérjük ingyenesen ezt a vagyontárgyat. Valakinek kérdés észrevétele? Nem látok hozzászólásra. Jelentkezőt kérem, határozott javaslatra szavazzunk. Köszönöm szépen, 9 igen, nem is tartózkodás nélkül egy hangon elfogadtuk. 19-es számú napirendi pont, újabb pályázat beadásáról döntünk, döntés TOP plusz energetikai pályázat benyújtásáról. Mint ahogy mondtam az elején, hogy az egészségügyi központra nyertünk, és újból kiírták a pályázatot, mert maradt még benn forrás. Leginkább a fürdőnknél lenne rá szükség, hiszen ott az, hogy ki tudjuk nyújtani a nyitvatartási idejét, az jó lenne, hogy jó lett volna, hogyha tudtuk volna energetikai korszerűsíteni, nem lehet fürdőt. Hiába önkormányzati épület, nem lehet belőle felújítani. És sajnos, egy örömteli sajnos dolog, hogy nem minden épületünket tudjuk, mert már nagyon sokat felújítottunk belőle. Most ezt a pályázatot a művelődési központra gondoltuk. Az lenne jó a műfáznál, ha konkrétan egybe lehetne felújítani, csak sajnos erre nincs lehetőség, mert a TOP plusz pályázatoknál Zala megyében a fenntartható települések program elemnél
egyedüliként csak Zala megye az országból, csak kerékpárútra lehet beadni pályázatot. Máshol pont ez a zöldváros folytatása lett volna, ahol ilyen épületeket lehetett volna Zala megyébe csak kerékpárútat. Úgyhogy a műfázunkat akkor így először ebben a kereteiben meglátjuk, hogy hogyan tudjuk megoldani. Most akkor amennyiben lehetséges benyújtani a pályázatot, akkor elkezdjük azt, hogy korszerűsítjük. Itt először energetikailag is, akkor majd szépen összerakosgatjuk. Ráfér a művelődési központunkra, ugye nem csak ez, hanem azért elég jelentős összeg, hiszen ami 1971-ben átadott vagy épült művelődési központunknak, eddig pedig már egy jó 20-30 éve folyamatosan pályázgatunk rá, eddig még úgy nagyon nem sikerült egy nagyobb összeget elnyerni, bízunk benne, hogy az elkövetkezendőben sikerül. A gazdasági bizottság megtárgyalt, elfogadásra javasolta, hozzászólásra jelentkezett, nem látom, kérem szavazzunk, de határozati javaslatról. Köszönöm szépen, 9 igényen nem is tartózkodás egyhangon elfogadtuk. Egyébek napi rendi pontban a március a tervezett szabadságon volt a későbbiek során, kívánom igénybe venni. Valakinek parancsoljon, elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Itt néhány kérdést gyűjtöttem össze. Maló Gábor képviselő úrral már testületülés előtt beszéltem, előre többen a városban is jelezték, hogy az önkormányzati utaknál kátyúzásra lenne szükség. Ugye ez várható-e a közeljövőben? Ez lenne az egyik kérdésem, Miller Witt szó esett már több pályázatról. Van-e lehetőség mondjuk, hogy a volt szabadtéri színpad környékének a megújítása, akár egy közösségi tér alakítására esetleg pályázat, van-e kiírás, ilyenre lehetőség? Illetve még a közbeszerzési tervnél, ugye a hetes napi rendi pontnál esett szó a kerékpárút projektről. Ezzel kapcsolatban mit lehet tudni a jelenleg építőipari árak, illetve az árak figyelembe vételével, milyen műszaki tartalommal valósulhatná meg ez a projekt, vagy ezzel kapcsolatban tudná információt adni? Köszönöm. Köszönöm, hát ugye a kátyúzás az természetesen lesz, hiszen az mindig be van tervezve, sőt még aszfaltozásra is van egy jelentős összeg. Műszaki osztálynak a kollégái folyamatosan nézik ezeket a lehetőségeket, hogy még pluszba onnan lehet forrást teremteni rá, de ugye láttuk, hogy az elég elnyúlott a tél, majd most kezdődnek el a kátyúzási munkálatok. A szabadtéri színpadnál ugye ez a turisztikai vonzerők fejlesztése, de ez olyan komplex program, ebbe gondoltuk azt, hogy akár a parkot is beletesszük, de itt a templomtér, az atyával beszéltem, hogy a templommal kapcsolatos, a liget, Sutyi udvar, ugye Sutyi udvarban van egy projektünk, de annak a továbbfejlesztése, Kiskastély, a park. Nyilván gondolkodunk benne, de meglátjuk. Szerintem az első körben abban kell gondolkodni, hogy natúrba megmaradjon, tehát a maga természeti szépségébe. Vannak tervek, eddig is voltak, mármint kész tervek is vannak, nyilván nézzük, meg kell oldani. Az első az legfontosabb az, hogy ott a medencék, ahol voltak is, az régebben, nagyon régen elkezdték föltölteni, az kiegyenlíteni, mert ott, hogy ne legyen balesetveszélyes. Mik voltak, mi a kérdés? Kerékpárút. Hát ugye, amit mondtam, 2016-ban benyújtottunk, 19-ben döntést kaptunk róla, ott már elterjedt 3 év. Akkor 2019-ben, ugye elkezdtük a kerékpárútat, akkor elkezdtünk levelezni ott a volt földalappal, területtel. Hány hónapig nem kaptunk választ? 10 hónapig, 10-11 hónapig nem kaptunk választ. Ugye utána döntöttünk róla, hogy megveszük azt a területet, a hídnak a folytatását, mert ugye arra kell menni. Úgyhogy most várjuk a közbeszerzést, kírjuk. És nézzük. Még a tulajdonjogbejegyzés is hátra van. Ja, már megvettük, csak még a tulajdonjogbejegyzés az nincsen meg. Hát várjuk azt, hogy mit mondjanak rá. Annak idején 400 millió volt egy híd építésével együtt. Én már bele sem merek gondolni, hogy az most mennyibe kerül, de meg kell várni. Nem tudjuk, hogy a műszaki tartalmat mennyire lehet csökkenteni. Valakik azt javasolták, hogy adjuk vissza egyből a pályázatot. Én azt mondtam, hogy azért nézzük meg egy közbeszerzésen, nézzük meg, hogy mit lehet belőle kihozni. Nem szeretem, hogy lemondani valamiről, mert az úgyse jön vissza sohasem. Meglátjuk. De ebbe van ugye 4 gyalogátkelőhelynek az építése. Egyre többen állítanak meg ugye Penini gyalogátkelőhelynél, ez meg vannak már tervezve. Elkezdődtek a tervek.
arra várunk, hogy akkor ez a tulajdonjog bejegyzés az megtörténjen, és akkor kírjuk a közbeszerzőt. Gerencsér képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az Rínyi utcában nagyon sokat foglalkoztunk, én is ott voltam 13 évig részönkormányzati képviselő, nem sikerült megoldani véglegesen, és az egy keskeny utca. Most ami gond jelen pillanatban nagyon jelentkezik, az, hogy két autó egymás mellett, ha elmegy, akkor az egyiknek mindig a patkán kell menni. Ez azt jelenti, hogy a lekövezett, illetve aszfaltozott út mellett a gödrök ki vannak potorva, és most meg lehet nézni, hogy mekkora, most lehetne igazán megnézni, hogy mennyi eső esett be. Én kerestem a Pétert, hogy valamilyen szinten, hogy az önkormányzatnak van egy kőlerakat, akkor egy nagy részt ugye utánfutóva vinnénk, megtöltenénk. Tudom, hogy ez csak egy ideiglenes megoldás, de mindenképpen meg kéne, mert most különösen látszik, hogy mekkora gödrök van. Ebből kifolyólag, hogy az egyik kerék mindig az út mellett megy, és az kotorja ki az egészet. A kupat kezdni kell, akkor ezt a műszaki osztálynak... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát még, ugye, még egy nagyon-nagyon fontos dolog van még itt, és ez nem is egyebek, ugye vasárnap szavazás lesz, és népszavazás lesz, úgyhogy arra kérek mindenkit, nem tudom, hogy addig lemegye a tévében, de mindenki menjen el szavazni, hiszen egy nagyon fontos dolog lesz, de mindenki éljen ezzel a jogával, itt tudunk beleszólni akár a mindennapjainkba, úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok az elkövetkezendőben, de kérdések, interpellációk még itt azért be kell fejezni, ezek nem voltak, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen az eddigi munkát, és akkor menjenek szavazni.